Köszöntöm Önöket, Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével beszélgetünk, akik mostanában jártak a Kisfürdőben, azok láthatták, hogy munkálatok zajlanak vele szemben az Erzsébet-ligetben lévő tónál. Úgy tudom, hogy Önök végeztek ott munkálatokat. Ez így igaz, minden évben a tó környékén és a tóban lévő nádat akkor tudjuk letakarítani, hogyha van olyan vastag jégtakaró, amely megbírja a kollégáinkat. Az elmúlt időszakban néhány héttel ezelőtt volt ilyen fagyos időszak. A nád letakarítása mellett természetesen vigyáztunk arra is, hogy a korcsolyázni szeretők és a korcsolyázni ide kijáróknak meghagyjuk azt a felületet, ahol nyugodtan korcsolyázhat. Sanak, nem szennyeztük be náddal, a part széléről takarítottuk, természetesen néha rá is kellett menni a jégre, de ez nem zavarta az ide látogató korcsolyázókat. Jó magam is kijárok egyébként korcsolyázni, szeretem a korcsolyát, mint sportot vagy mozgásnemet, de volt jó néhány karcagi még, aki élt a télatta lehetőséggel, és szintén kimentek. Bár én azt tapasztaltam, hogy az elmúlt évekhez képest, mint a csökkent volna a kedv. Hát lehet, hogy nem a kedvelemen esetleg idő vagy más hobbit találtak, de akkor a környéket is rendezni fogják, hiszen jön a tavasz, jön a jó idő, gondolom, hogy folyamatosan karban tartják majd ott a környéket minden évben. Azt természetesen karban tartjuk, ugyanis a vízfelület az mindig jó, főleg a nyári időszakban, de hogy előbb beszéltünk róla, a téli időszakban is áldásos tud lenni, mert a városhoz közel van, ki tudnak menni korcsolyázni, mellette egy kis domb van, főleg, hogyha egy kis hó is van. Ott egyébként láttam, nagyon sokan kimentek, amikor az a néhány centiméter hó is leesett, kimentek, próbálgatták a szánkózás és a tél örömeit. A nyári időszakban ugye meg a pároktatása, vízfelület, hűtő hatása mindenféleképpen pozitív hatás van, pozitív hatással bír a környezetre. De vigyázunk is erre a tóra, hogyha nagyon lemegy a vízszint, akkor a csapadékvizet ebbe az irányba kezdjük el terelni, meg van rá a lehetőség, és hogyha egy csapadékosabb időszak következik, akkor a csapadékvizet itt föl tudjuk fogni. Akkor reméljük, hogy hamarosan indul a zöld élet ott is, hiszen azért közeledünk a tavaszhoz, és akkor egyre többen kimennek a tó környékére is, hiszen azért ott van egy magas les, ahol föl lehet menni, meg lehet azt mondani, hogy az íjászok is ott szoktak ilyenkor már jó időben gyakorolni, tehát azért benépesül ilyenkor is az a liget. Igen, úgy érzem, hogy kell, ahogy említettem, közel van a városhoz, és a levegő és a klíma viszont nagyon jó ilyenkor is, nyáron is, és a más évszakokban is. Akkor most várjuk együtt a tavasz, hiszen ott a hóra most így, ahogy nézzük ezt a gyönyörű időjárás, nem sok esély van. Arra nincs sok esély, de én bevallom őszintén, ezzel lehet sokan nem fognak érteni, még bízom benne abban, hogy lesz egy kis fagyos időszak, és a korcsolyákat még nem kell a szögre akasztani ebben a szezonban, és tudunk majd korcsolyázni, már ennek pici az esélye, de ha a fagyos időszakot említjük, a mezőgazdaságnak is még feltétlenül kellene. Ugyan volt már egy fagyos időszak, de a kártevők elpusztításában óriási jelentősége lenne még egy néhány napos fagynak. Hát akkor ebben maradjunk, hogy meglátjuk, hogy az időjárás mit szól, és hát ha lehet korcsolyázni, akkor menjen ki még korcsolyázni, és várjuk együtt a tavaszt. Így van.